Sziasztok! Bizonyára sokan találkoztatok már olyan posztokkal az interneten, melyek arra hívják fel a figyelmet, hogy óvjuk a természetet, védjük az állatokat. Ám egy-egy ilyen poszt megosztása után legtöbb esetben érdemi segítségnyújtás nem nagyon történik. Szeretnék most nektek bemutatni néhány olyan lehetőséget, amelyekkel mi magunk otthon a saját kertünket állatbaráttá tudjuk varázsolni, és ezáltal is közelebb hozni egy kicsit a természetet. Nézzük! Első és legfontosabb lépésként ültessünk növényeket. A növényeknek már pusztán a látványa is ide fogja vonzani az állatokat. Mindenki tetszés szerint eldönti, hogy ez humós lesz, hagymás, bokrok, fák, vagy éppenséggel fűfélék. A mögöttem látható bambusz is az utóbbi csoportba tartozik. Itt fogják megtalálni más ragadozó állatok elől a búvóhelyet, itt fogják megtalálni a nappali és az éjszakai pihenőhelyet, fészkelő helyet tudnak itt kialakítani, illetve nem utolsó sorban pedig táplálékul is szolgál nekik. Április eleje van, a meccési munkálatok nagy részével ilyenkor már végeztünk, és a kertünkben ilyen kisebb-nagyobb rőzsehalmok keletkeznek. Ezeknek a tárolása, elhelyezése időként gondot okoz, de nem kell megijedni, ugyanis ebben az időszakban, ezekben a napokban, hetekben érkeznek vissza Afrikából a fehér gólyák, akik rövid pihenő után elkezdik építeni a fészküket. Vagy egy teljesen új fészket építenek, vagy pedig a már meglévőt újítják fel. És úgy tudunk nekik segíteni, hogy ezeket a kisebb, nagyobb gajakat, veszőket 60-80-100 cm-esekre vágjuk, és kihelyezzük egy olyan helyre, ami a levegőből is jól látható. És ahol különösebben minket nem zavar. Tehát én se itt fogom a fa alatt tárolni. Egy-egy ilyen fészek átmérője akár az 1 métert is meghaladhatja, szóval bőven kell nekik alapanyag hozzá. A belsejét általában szénával bélelik, így a levágott díszűvet is ki fogom nekik helyezni, hogy azt is nyugodtan vigyék el. A zöld hulladék újrafelhasználásán túl is tudnak nekünk segíteni, ugyanis itt tartózkodásuk alatt élelmet is fogyasztanak, például békákat, siklókat, sáskákat, illetve csiga invázió esetén is tökéletes partnerek tudnak lenni. Az ilyen rőzsehalmok más állatok figyelmét is fel fogják kelteni, például a városokban is gyakran előforduló kis tüskés barátainkét, a sünökét. Hozzánk is évről évre visszatérő vendégeknek számítanak, erről általában úgy kapunk értesítést, hogy a kutyánk éjfél és hajnali kettő között eszeveszett módon elkezd ugatni, és elkezdi lebontani a kerítést. Tavaly télen az a megtiszteltetés ért minket, hogy egyikük a téli álmát is itt töltötte, ugyanis találtunk egy fészket, és benne a lakóját is. Ezt most megmutatom nektek. Így néz ki egy eredeti sünfészek. Itt a lehulló fűszfaágakból és levelekből készítette magának, és itt aludt egész télen. Mivel ezt a területet biztonságosnak ítélték meg, így itt a fa tövében fogok most neki készíteni egy pihenőhelyet. Ezt nagyon sokféleképpen megtehetjük. Ha a legegyszerűbb és a legtermészetesebb módot választanánk, akkor egész egyszerűen csak a lehullott ágokat, gajakat, falevelet húzzuk össze egy csomóban, és hagyjuk ott, és ők azt használni fogják. Amennyiben nem rendelkeznénk a megfelelő mennyiségű zöld hulladékkal, úgy nyugodtan használhatunk segédeszközöket is, mint például a fűzifa hasáb, vagy egy-egy tégla. Én ebben az esetben az utóbbit fogom használni.
az interneten több helyről is rendelhetőek a már előre legyárt sünházak vagy süngarázsok. De ha erre nem szeretnénk egy pénzt költeni, viszont barkácsolni nagyon szerettek, magatok is el tudjátok készíteni. Vagy a kültéri tűzifa rakást is át tudjátok úgy alakítani, hogy az alsó sorból egy-egy rönköt kivesztek, ezáltal is helyet biztosítva nekik. Esetleg, ha van otthon fonott kosár, amit nem használtok, lefordítva, abból is kiváló búvóhelyet tudtok nekik csinálni. Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy a vadon élő állatoknak nincsen szükségük az etetésre. A sünök is vadállatok annak ellenére, hogy nagyon jól alkalmazkodtak az emberi környezethez. Pont azért érnek vissza hozzánk rendszeresen, mert megfelelő mennyiségű táplálékhoz és megfelelő minőségű búvóhelyhez jutnak. Ezért semmi szükségük arra, hogy etessük őket. Előfordulhat, hogy az etetőhelyen több kárt okozunk, mint haszon. Nyáron ugyanis a sünmama, ahelyett, hogy vadászni tanítaná kicsinyeit, a sokak által kihelyezett, könnyen hozzáférhető macska eledelhez fogja vinni őket. Ha mindenképpen etetni szeretnénk őket, tegyük számukra elérhetővé a komposzthalmot. Az ott található csigák, tücskök, giliszták remek táplálékú szolgálnak nekik. Ennyi lett volna már ez a videó, köszi, hogy végignézted, hamarosan újabb tartalommal jelentkezünk. Tedd meg, hogy ők is megtehessék.